Köszöntöm nézőinket, önök Székely magazinunkat látják. Tartsanak velünk! Hálaadás. Ezzel a címmel adtak műsort a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének tagjai a Csurgó zenekarral közösen. Az előadással ugyanis a székelyek hazatelepítésének 80. évfordulójára emlékeztek. Zenés, táncos és énekes produkciókat láthatott, hallhatott a közönség a Budapesti Nemzeti Táncszínházban, egyúttal a Magyar Kultúra Napját is ünnepelve. Döszögtünk sárban, úttalan utakon, a kifosztott ég alatt vakon. Felsebzett répaföldeken át, ahol a fákig nőtt az iszonyúság. Recsegő küllőinkkel megállt a répalevelekre préselt halál, és a semmi bezuhanó testek felett árkok tömén párolgása. Blaskó Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes művész előadásában hallhatta a közönség Tamás Menyhért Temetetlen temetők című versét. Különleges alkalomból állt színpadra a művész, a Magyar Kultúra Napját ünnepelték a Budapesti Nemzeti Táncszínházban a Bukovinai Székelyek, de egy fontos évfordulóról is megemlékeztek a résztvevők. 80 évvel ezelőtt történt ugyanis, hogy hazatelepítették a népcsoportot. A Magyarságháza minden évben megünnepli a Magyar Kultúra Napját, ebben az évben arra gondoltunk, hogy a 80 évvel ezelőtt hazatelepített bukovinai székelyek műsorát fogadjuk itt Budapesten. A Nemzeti Táncszínház adott megfelelő méltó helyszínt ehhez a műsorhoz. Igazából ez egy visszaemlékezés arra, hogy 1941 tavaszán az akkor frissen húsvétkor felszabadult Bácskába telepítettek mintegy 14 ezer főt. Az egykori Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva, Istensegéds és Józseffalva lakóit, akik aztán Szabadka és Újvidék közötti területen mintegy 28 településen szétszórva telepedtek le. Ők aztán 1944-ben a II. Világháború folytán további menekülésre kényszerültek, elhagyva házaikat, ingatlanjukat, ingóságaikat, egy szekérrel menekültek a Dunántúlra, és egy fél év után kaptak csak házat az akkor Volksbunddal vádolt németek, kitelepített németek házait kapták meg, azóta is Tolna, Baranya és Bács-Kiskun, illetve Pest megyében élnek. De a bukovinai székelyekhez tartoznak egyébként a Belgrád közelében élő Hertelendi falva, Székelykeve és Sándor egyháza a település lakói is, akik 1883 óta őrzik ott székely magyar öntudatukat. Mint minden Magyarságháza rendezvény, ez is teljesen ingyenes, közhasznú programok, tehát bárki regisztrálhatott erre az előadásra, de külön vendégek voltak, akik mintegy 100 fővel képviseltették magukat, ők Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megye hagyományőrzőinek képviseletében voltak ma itt. Résztvevők a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének és a Csurgó zenekarnak a közös műsorát láthatták, hallhatták. Az elmúlt évben emlékeztünk meg arról, hogy a bukovinai székelyek kerek 80 éve, hogy elindultak Bukovinából, és Sebestyén István, aki végül is végig gondolva a történetünket, összeállított egy műsort, amely végül is ezt próbálja úgymond egy keretek közé állítani.
És itt hát végül is arról szól az eleje, ugye, hogy egy vidámabb jelenet, majd ugye tulajdonképpen nem is menekülés volt, mert nem menekülnünk kellett, hanem új hazát keresni, hiszen ez ugye nem Magyarországhoz tartozott. És ennek a lehetősége adódott meg Németh Kálmánnak köszönhetően. És hát természetesen ugye itt azért sok élet, sok sorsforduló, ami tulajdonképpen személyre lebontva is, hiszen a temetőbe el kellett menni, elbúcsúznak ugye a halottaktól. Tehát ezek az életek, amelyeket mindenki megélt, hát nem egyszerű volt megélni. És ezt próbáltuk végül is érzékeltetni. És magán ugye itt a kultúránk több része is, hiszen a csobányolás, a karácsonyhoz kapcsolódó történet is előjön. Majd pedig ugye a megérkezés, és itt folytatódik a lakodalom, hiszen lakodalom kellős közepébe kezdődik a program, illetve a műsor, és ott folytatódik, hogy új hazát találva, illetve otthonra találva, beilleszkedve, ami hosszú időt vett igénybe, hiszen közben ugye Bukovina történetét, aki ismerik Bukovina történetét, tudja, hogy ugye Bácskába is egy kevés időt eltöltöttek, majd onnan menekülnünk kellett. Tehát nehéz sorsfordító élettörténetek ezek. Mivel hogy itt a szereplők, ugye ezek már egy érett tánc, hogy a táncosokról beszélek, egy érett táncosok, de ugyanúgy az előadók is, előadó művészek. Tehát itt sok lehetőség nem volt, illetve úgy gondolom nem is kellett, hiszen csak össze kellett állítani, és egy-két próba alatt már a helyére kerültek a feladatok, így akár táncos, akár énekes, vagy akár több karakter, aki megjelent végül is a színpadon. Úgyhogy én úgy gondolom természetesen itt ez folytatódni fog, éppen azt beszéltük, hogy hiszen van bőven elég nagy a tárház, és van mit bemutassunk, folytatnunk kultúránk több részére bontva, úgyhogy én bízom benne, hogy hasonló produkció, hasonló műsorokat tudjuk megőrvendeztetni. Egy a másik az, hogy bemutatnunk saját magunkat, saját történetünket, kultúránkat. Énekes produkcióval is készültek a fellépők. De a püdön nem marad el, mint piros rózsa kinyílna. A szent anya alup fészetté, s alázatosan tisztelté. Jézus mondá az angyalnak, vidd fel, menj be szent atyámnak, mondjad keresztfámról küldtem, fogadja kedves én tőlem.
álmát feloldóztatva. Ádámnak bűnös fiai jertek hezzám imádkozni, jertek az én keresztfámhoz, üdvösségtek oltárához. Sebestyén István előadó művész mellett a hölgyek is előadtak egy-egy népdalt. Bubánat, bubánat, átkozott bubánat. Be megkönyörögtem, ne jár közel haza. Még es közel jártál, szüvembe bészáltál. Szüvem közepébe kővárokot raktál. Istenem, Istenem, édes jó Istenem, hogy kell világi mód fúva szívszorító történetet is hallhatott a közönség. Az én emberemet is elvitték a románok. Koncentrára, munkaszolgálatra. El voltak egészen nyomorítva. Nem volt elég, hogy nem volt, aki reján dolgozzon, mert én ott maradtam 7 kisgyermekvel, ember nélkül, semmi nélkül. Hanem még az uramot is meg kellett segélyük élelemmel. Enni nem kaptak, a saját bunyáikban voltak. Építették az utakot Lengyelország felé. Erős sokáig oda volt az uram. Aztán egyszer én esett, csodálatos álmot láttam. Azt láttam, hogy egy nagy székely kapu alatt folyt át a sokaság. Ott voltak körülöttem édesanyám és a testvéreim és a gyermekeim is, és az oldalamnál ott volt az emberem és András. Erős vidányok voltunk, folytunk át a nagy kapu alatt nagy örömvel, és mikor én is átul léptem, azt érzettem, hogy valami reján cseppent. Feltekintek a kapuros,
Hát, a nagy székhely kapura az Úr Jézus testje volt felfeszítve. Annak a vére hullott reján. Én álmomba eszterálkodtam, felültem az ágyba. Körülöttem szuszogtak a gyermekecskéim, de nekem az eszem lekedett ki, hogy Istenem, mi tudott történni? Tán csak nem volt meg az emberem. Majd ismét Sebestyén István kápráztatta el a hallgatóságot. Sebesen folyt a szúcsából, ürke még a martjára. Sebesen folyt a szúcsából, nem ülök már a martjára. Magyarország az én hazám, minden ember édesapám, minden ember édesapám, minden asszony édesanyám. Hazám az édes hozzám, hol van az én apám s anyám, főt borítja a földeli, ott alussz az életi. Sír a szemem hullam, az én kedves galambomé. A történet szerint a bukovinai székelyek Magyarországra jöttek. Ezután a csobánolás hagyományát elevenítették fel a színpadon. Ezután újra a mulatozásé volt a főszerep. Thank you.
Még egy utolsó dalt és egy imát is hallhattak a résztvevők. Leszállunk egy zöld erdőbe, zokogva, zokogva, fészket rakok egy nevele. Uram, teremtőm, ezt a szent fősségednek, hogy megőriztél, oltalmaztál a mái dicsőséges szent napon. Kártól, kárvallástól, szerencsétlenségtől, hirtelen haláltól, kétségbeeséstől, pogánynak markától, rossz embernek szándékától, minden kárvallástól. A műsor végén pedig egy a székelység örömét kifejező koreográfiával zárták a művészek az előadást. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!